Music Channel. Amikor beütött a krak, akkor úgy gondoltam, hogy vagy jól töltjük az időt, vagy pedig teljesen haszontalanul, és így ráértem a srácokra, hogy én le fogok menni Fonyodra, és ha jó van kedvük, akkor csatlakozzanak, és hál' Istennek csatlakoztak, és ebből igazából összejött a negyedik nagy lemezünk. Nem volt ennyire egyszerű időszak, mert kidobtunk kb. 20 dalt, és utána pedig újraírtuk a lemezt, és így került rá ez a 15 dal erre a negyedik lemezre, de remélem, hogy tetszeni fog az embereknek. Szerintem elég változatos lett és eklektikus, meg nagyon sok mindenkivel dolgoztunk együtt. Hogy bízhatnám magam rád, ha bennem dúl a vihar, azt te úgy vízeled át, felőim mögé nem fúj be a szív. Voltak nehezebb pillanatok ebben az együtt töltött időben, de azt gondolom, hogy sokkal jobb volt, mint hogyha külön töltöttük volna ezt az időszakot, hiszen mindig, amikor valamelyikünknek mondjuk pont volt egy bizonytalanabb pillanat, akkor tudtuk segíteni egymást, tudtunk együtt reagálni dolgokra. Inkább a külsőségek miatt volt ez egy nagyon bizonytalan időszak, hiszen nem tudtuk, hogy mikor indulhatunk újra, mikor tudunk újra zenélni, meg tudjuk-e tartani a csapatunkat, de mi azon dolgoztunk, hogy amikor viszont újra lehet már koncertezni, akkor mi egy teljesen új anyag, egy megújult energiával tudjunk visszatérni a színpadokra, és ez egy baromi jó érzés is volt. Sokszor eddig így a zenekar pályafutása során nagyon magától értetődőnek vettük a sikereinket, szóval nem is gondoltunk bele, hogy igazából amit eddig elértünk, az nem annyira magától értetődő, mert ugye sodródtunk mindig az eseményekkel, és ez az egész időszak arra is tök jó volt, hogy kicsit átértékeljünk magunkba csomó mindent, és hazudnék, hogyha azt mondanám, most csak a magam nevében tudok beszélni, hogy nem számít a nézettség, meg hogy mennyire pörögnek a dalok, nyilván nem a fióknak írjuk őket, hanem azért, hogy szeressék őket, de hogy alapvetően meg végsősorban szerintem az számít, hogy őszintének maradjunk, és hogy továbbra is olyan dalokat írjunk, amik belőlünk jönnek, és szerintem ez ennél a lemeznél is teljesült. Az, hogy a zenénk miben változott, vagy mi miben változtunk, az talán kívülről majd a közönség jobban meg tudja ítélni, hogy ez mennyire hat újnak. Mi belülről mindenképpen azt érezzük, hogy ez egy érettebb anyag lett talán. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy jobban olyanok is lettek a dalok, mint amilyennek elképzeltük őket. Ebben nagyon segített nekünk Toldi Miki, aki az egész lemeznek a producere volt, mint egy negyedik tag, leköltözött mellénk, és kifordította az ötleteinket, új zenei irányokat hozott be, ami baromi inspiráló volt, és kicsit mi is újra tanultuk magunkat, és így együtt ötletelve alakult ki ez a lemezanyag. Ezen kívül még kiemelném Szepesi Matyit, Hújber Szabit, Bródi Jánost és Jude Law-t, akik meg szövegíróként segítettek megfogalmazni azokat a gondolatokat, amiket mi elkezdtünk megírni, de valahogy hogyan nem tudtuk befejezni, vagy végső formába önteni, úgyhogy szerintem ők is részesei ennek a változásnak. Meddig maradunk még, nem bízd az időre, szép volt veled a nyár, nem várok az őszre. Szeptember 11-én lesz a lemezbemutató koncertünk a Kobuci kertben, és már nagyon-nagyon izgulunk, hiszen el fogjuk játszani a lemez összes dalát. Viszont nálunk ez már hagyomány, vagy hát ez jön velünk zsigerileg, hogy ami a lemezen hallható, az teljesen más élőben, úgyhogy már most elkezdtük áthangszerelni a dalokat, és valami nem adja magát annyira egyszerűen zenekarostul, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas folyamatban vagyunk most benne, és reméljük, hogy tetszeni fog az embereknek. Hogyha mondjuk valakinek nem tetszett a lemez, akkor lehet, hogy az élő verzió jobban fog tetszeni, vagy pedig vicca, úgyhogy így ez nagyon izgalmas időszak, és nagyon várjuk, hogy megmutathassuk a dalokat.